jó, rossz, retro és modern játékok egy helyen. Hello mindenkinek! Ez itt a Game Archívum. Hello mindenkinek! Igen, jól láttátok? Újabb végigjátszással fogom foglalkozni. Vagyis hát ez... Majdnem... Nem mondanám azt, hogy végigjátszásnak, mert ez... Most láthattátok, a Big Rix-ről lesz szó. Alapból végigjátszhatatlan, mert ugye mindannyian tudjuk, hogy a Freddy D videójából ugye, hogy konkrétan végigjátszhatatlan, mert a legtöbb pályát be se tölti és kifagy a játék. Tehát ez egy akkora roncs. Tehát mondhatnám bemutatónak, de nem játékbemutatót szeretnék belőle csinálni, hanem szépen most átnézzük azt, amit tudunk. És hát ez igen, ez egy nagyon rendhagyó videó lesz, és majd meg fogjátok látni, hogy miért. Ugye láthattátok a zárójelben a bónusz feliratot a videó címében. Kicsit beszéljünk arról, hogy konkrétan honnan indult az egész. Ugye van ez az, volt egy amerikai fejlesztő csapat a 2000-es évek környékén. A My Abandoned World azt mondja, hogy 1977-től 2012-ig működött, de szerintem az nem fontos, nem jó információ. Én itt a Moby Games-en szoktam mindig olvasni az ilyen játékokról. Van ez a Stellar Stone nevezetű fejlesztő csapat, akik 2000-től 2004-ig voltak aktívak, és kemény 7 játékot fejlesztettek, és mind a 7-et meg lehet találni egyébként a My Abandoned World oldalán, hogyha valaki esetleg le akarja tesztelni. Azt kell tudni róluk, hogy főleg olyan játékokat fejlesztettek ezek az amerikaiak, amikkel kelet-európai kollaborációban is létesültek, és főleg kelet-európai országokban is lehetett játszani a játékaikat, főleg oroszok meg ukránok is benne voltak ugye a kiadásban, meg a fejlesztésben is. És hát ugye mindannyian tudjuk, hogy ez az a fejlesztő csapat, akiktől a Big Rigs Over the Road Racing című játékot is köszönhetjük, és hát ugye Freddy D-től igazából őtőle ismerjük ezt a játékot. Ő bemutatta minden csinyát, binyát a játéknak, és onnantól kezdve mindenki onnan idéz, meg onnan említ dolgokat, amit csak lehet. Illetve Angry Video Game Nerd is már foglalkozott utólag ezzel a játékkal, és hát amikor Sorter egyszer volt, amikor még a Bad Movies tagja volt, akkor csinált egy ilyen top 10-es listát, ami a kedvenc AVGN epizódjairól, és benne volt a Big Rix valahol ott az ötödik fölött, tehát az első öt között már ott volt, azt hiszem, hogy jól emlékszem, de ő is elmondta, és szerintem én is elmondhatom, hogy azért volt annyira érthetőek a viccek AVGN videói alatt, mert mi már tudtuk, hogy mire fogunk számítani, amire ő nem számított, szegény James, és ugye mindannyian tudjuk, hogy Freddy D munkásságai alapján ugye tudjuk, hogy mire számíthattunk. Na, de nem csak ő volt az, nem csak ez a kettő személyiség volt az, aki minden idők legrosszabb játékának titulálták a 2003-as években, hanem alapból a Metacritiken is, amikor ki megjelent, akkor konkrétan 100-ból 8-at kapott valaki, akkora alacsonyítást leadott neki, mint a 20-at. És utána néztem a kiadóknak is, mert ugye van külön a fejlesztő csapat, meg van külön a kiadó is. Ha felmegyek a My Abandoned World oldalára, ugye a Stellar Stone LLC-nén, mondom, ezt az információt nem fogadjátok el, hanem hogy 2000-2004, tehát nagyon rövid életet éltek. És ugye például itt van rögtön az első, a Big Rigs Over the Road Racing. Van alternatív neve is, de az nem fontos. A lényeg az, hogy ezt a játékot a Game Mill Publishing adta ki. És hogyha hát megnyitom, akkor modern játékot nem fogtok találni, és hogy csak az összes létező
Stellar Stone játékot fogjátok itt látni. És most ezt miért említettem meg? Miért említettem meg ezt ugye nagyjából? Nos, azért gyerekek, mert ez a Game Mill Publishing, ez ugyanaz, mint a Game Mill Entertainment. Effektíve én utána néztem, és nagyjából ez a Game Mill Publishing később Game Mill Entertainment néven ugyanaz a kiadó cégről van szó, akiktől mostanában a nagyon szar Walking Dead Destiny-t kaptuk meg, a nagyon szar Skull Island Rise of Kongot, az Avatar The Last Airbender Quest for Balance-et, ami az se lett jó, a Cobra Kai játékadaptáció második részét, a Dojo's Rising-ot is ők adták ki, és akkor a nem is beszélve a Nickelodeon All-Star Brawl versenyjátékokról, meg a DreamWorks All-Kart Racing-ről, All-Star Kart Racing-ről, Nerf Legends, egy nagyon borzalmas multiplayer-orientált Nerf FPS, a Zombieland Double Tap Road Trip játékadaptáció, ami konkrétan a Zombieland 2-ről, az G.I. Joe Operation Blackout aréna shooter, és ott van a Cobra Kai The Karate King Saga Continues, a Cobra Kai sorozaton alapuló játékadaptáció, Street Outlaws 2, ahol egyszer megemlítettem az egyik a Flatout 3-as bemutatómban. Úgyhogy ja, a Game Mill Publishing meg a Game Mill Entertainment, a kettő ugyanaz. És ők adták ki a Stellar Stone játékait. És akkor mi ez a hét játék? Azért ne, a kiadóról mi mindig beszélgessünk egy picit. Taxi Racer 2001. Taxi Racer 2001. Tehát konkrétan lehet látni, hogy a legelső játékuk is mi volt. Alig egy évvel ezelőtt megjelent ugye 2000-ben a fejlesztő csapat, és mit kapunk? Egy olcsó, rip-off, bágos, szar, ilyen crazy taxi játékot, de közben meg a grafika, meg a megnyilvánulás az olyan, mintha összekombozták volna a drivert az Italian Jobbal, és a crazy taxi mechanikáján épül az egész. Jaj! Aztán van ez a Gettysburg Civil War Battles, ahol a Gettysburgi csatát akarták újra megeleveníteni, gondolom egy ilyen izometrikus stratégiai, valós idejű stratégiai játékkal 2002-ben. Aztán ugyanúgy én először poénnak raktam össze az elátkozott Asylum Games-en belül a Pearl Harbor-ös duplán után gyártott foshalmazt, de itt is megcsinálták, hogy 2002-ben volt a Gettysburg Civil War Battles, és akkor várjál, akkor 2004-ben, két évvel később megcsinálták még egyszer ugyanazt a játékot, Ultimate Civil War Battles, Robert E. Lee vs. Ulysses S. Grant címmel, konkrétan ugyanazt. Ez is polgárháborús, az is polgárháborús tematikával rendelkezik. What the fuck, man? Komolyan. Aztán itt a kettő közt, még a Big Rix előtt, 2003-ban, előtt, szintúgy 2003-ban volt az a Total Pinball 25, ami egy alapflipper játék, de nyilván a 25 az nyilván arra, hogy volt egy első rész, amikor létrejött egy nagyon híres fejlesztő csapat, akik először még nem voltak annyira híresek, és akkor létrehoztak egy játékot, ami hú, de baromi jó volt. És akkor utána elkezdték ezeket a fölösleges sorozatokat készíteni hozzá, hogy valahogy életben tudják tartani az első résznek az eszenciáját, de alapból a következő résztől már elcseszték. Például gondolok itt a Pokoli szomszédokra, ugye a Neighbors from Hell. Az első kettő az oké volt. Az első kettő az ugye az alapjátékok voltak, és a másodiktól kezdve jöttek létre a fölösleges kamu folytatások, az oroszok szerint, tehát az ilyen szláv helyeknél az úgy gondolják, hogy na ez folytatni fogja a sorozatot. Nem folytatja egyáltalán, csak a mechanikát vitték tovább, de totálisan új sztorit kapunk meg mindenfélét, és totálisan nem folytatják azt,
ami az első kettő, amit az első kettő létrehozott. Tehát ennyit erről. Na most ilyen hasonlóképpen van ennél is, mint például a Gettysburgi, meg ez a Total Pinball, meg a mondtam a Pearl Harbornél is ugyanez volt. Na és akkor volt a Big Rigs Over the Road Racing 2003-ban. Azt mindannyian ismerjük, majd mindjárt utána fogunk nézni. Utána jött a 2004-es évek, ugye az Ultimate Civil War Battles, és utána még meg kell említeni a Midnight Race Club Supercharged című játékot 2004-ben, és mivel minden egyes játék alulértékelt volt, és nagyon rossz volt, ezért a fejlesztő csapat minden egyéb további projektet megszüntetett, és 2006-ban becsődölt és bezárták a kaput. Hát így van, hogyha nem tudtok jót játékot, hogyha amire nem vagytok jók, azt nem kell erőltetni. Ennyi. Na, hát nagyjából ennyit a fejlesztő brigádról. És akkor beszéljünk magáról a fő attrakcióról, a Big Rigs Over the Road Racingről. 2003. november 20-án készítették, és hát akkor jelent meg a játék, akkor készítették el. 9 ember foglalkozott rajta, és mindent ígérnek, hogy hú, nagyon jó versenyeket lehet tolni, különböző kamionokat lehet irányítani, illetve természetesen, ha meglátjuk a borítót, ez már egy nagy átcseszés, mert rendőr nincs is a játékban, tehát hogy ez a fajta kamuzás, ez nincs is benne, de a képek az szerintem magáért beszélnek. Ráadásképpen azért vannak ott a sok amerikai közt nagyon sok ilyen szláv személyiség, Sergei Titov, Denis Julitov, Sergei Titov, Artem Mironovsky, tehát azért nem volt annyira full amerikai az az egész bagázs. Úgyhogy szerintem fogjuk magunkat és kezdjünk bele a játékba, és nézzük meg át azokat a dolgokat, amiket láttunk annó, és meglátjuk, hogy mennyire pocsék ez a játék. Ja, és mielőtt mi belekezdenénk az egészbe, ugye én a legtöbb, ugye a két játékot, hogy a My Abandonware-ről mutattam, igazából ez az a két játékot ugye el lehet indítani ugye Modern Op rendszereken, mert úgy van beállítva, viszont volt egy-két varázslás, amivel nagyjából meg tudtam csinálni, és el tudtam indítani a játékot, viszont volt egy másik oldal, ahol egy ripakolt modern telepítővel nagyjából el tudtam indítani a játékot, mivel tartalmaz a DJ Voodoo wrappert is, amivel ugye nagyjából úgy be lehet állítani a felbontásokat, meg a DirectX-es játékoknak az emulálását, amivel nagyjából normálisan el lehet indítani a játékot, mindenféle akadály nélkül, tehát hogy fölpörgött FPS meg akadozás nélkül, és itt vettem észre, hogy ezt a játékot ugye Scene 3D engine-nel működtették, tehát gondolom ez a neve, és ha megnyitjuk, akkor itt lehet látni a Scene 3D-ben, hogy milyen állapotban fogjuk elindítani a játékot, tehát, tehát van ez az első két szám, a 800 meg a 600, az azt jelenti, hogy milyen felbontásban fogjuk tolni, akkor a 32, az a 16 bites, vagy 32 bites kép minőségben fogjuk elindítani. A 0 meg az 1, az gondolom az, a 0 az nem tudom mi, az 1 az meg gondolom az, hogy full képernyőben meg, vagy ablakos módban fogjuk indítani a játékot, de egyik sem működik, mert vagy kifagy, vagy elindul. Tehát nagyon, nagyon bonyolult az egész. Ja, és maga a játéknak az indító fájlja. Mi a neve? Car Z. Car Z. Kocsi Z. Mi a kotnyeles rosszabb? Ja, egyébként az a Magic Pack Ripak, amit én letöltöttem, abban még zene is van. Az, amit nem lehetett hallani a Freddy D videójában. Az enyémben viszont van zene. De most ezt nem akarok felizélni, hype-olni mindent, hogy hú, az enyém jobb. Kurvára nem akarok ezzel feljebb állni mindenkinél. Hát baszki, ebbe
van zene. Én nem is tudtam, hogy van zene. Pedig ha nem is szólalna meg, én még annak is örülnék. Csak a főmenüben van zene egyébként. De azt tudom, hogy a játék alatt is van. Az a helyzet. Igen, közben már rég megy a zene alatta, csak hát megmondom, mi a baj. A Shadow Player el tudta indítani a játékot és föl tudta venni, viszont a menüben való mozgást meg a játékot nem vette föl, de csak a hangot vette föl. Úgyhogy elbasztam egy óra felvételt megint ismételten. Ez a nagy negatívum az ilyen fos játékokkal, hogy egyszer már kibeszélted a dolgokat róla, és akkor most megint újra elővenni és beszélni róla. Na. Szóval itt van Big Rigs Over the Road Racing. Már jönnek vissza az emlékek. Meg annyira hangos a zene, bazd meg, hogy konkrétan nem hallom a saját gondolataimat. Szóval, így néz ki a főmenő, mint ahogy emlékszünk rá, van itt a Customers, ahol saját magad állíthatod be a kedvenc kocsidat, illetve a kedvenc pályáidat, illetve a random rész, amikor random generál neked, viszont az a hátránya, hogy így kiszokott fagyni a játék, mert nem mindegy, hogy hogyan tolod, mindjárt majd meglátjátok, hogy miért. Az opciókban ennyi beállítás van, a textúra minőség, a terület, az effektek, meg a természeti density, nem tudom micsoda, minden alacsonyan van, én nem állítottam be, alapból így voltak. Kilépés, high score lista. Na most hát itt nagyon sok van, de igazából vagy jelzi, vagy nem jelzi, de nem annyira pontos szokott lenni. És akkor itt a stáblista, és akkor itt vannak a készítők. Szergej Titov volt a producer, a programozó Denis Julitov és Szergej Titov volt, a designer Artem Mironovsky volt, 3D artisták, a 3D modell készítők Jaroslav Kulov, Svetlana Slavinskaya, Peter Jameson és a NixPix Limited. Nyilvánvalóan szerintem ez a csapat volt, ahol az 3D assetteket használták föl. User interface, tehát nyilvánvalóan a főmenü meg a HUD, az Tim Malecki. Hát, hogy te mit műveltél, ráadásul Alex Burton, a hangmérnök. Te, apám, te nagyon nem láttál zenéket. És egyszer megszólal a zene a főmenüben, amikor elindítod a játékot, utána soha többet nem indul el újra, és ugyanez vonatkozik a játékon belül is. Lemegy a szám, utána soha többet nem szólal meg. Illetve a zenék, amik a verseny alatt szólalnak meg, azok random generáltak. És akkor itt van a készítők, az amerikai készítők, a TS Group, azt gondolom a szláv csapat, akik segítkeztek ennél, illetve a Game Mill Publishing, azt gondolom meg ők, ugye a Game Mill Entertainment, ugye későbbi nevükön, ennyi róluk, és egy kattintásra vissza lehet lépni ebbe a menübe. Nos, hát akkor indítsuk el custom race-t, és akkor itt van a négy választható kamion. Egyébként valamelyik valós kamionon alapul, de meg a... majd ezt később majd érteni fogjátok, hogy miért. Itt van ez a Thunder, akkor ez a Mega One, ez a kék piros lángokkal, ami majdnem hasonlót lehet látni a stáblistánál. Akkor van ez a fehér alapú kék lángos, a Thunderball. Az egy dolog, hogy pótkocsival van itt reklámozva, de pótkocsi nélkül irányítjuk csak magát a kamiont. Illetve van itt egy ilyen sárga, már alapból pótkocsis, vagy hát már alapból platóssal rendelkező, a Sunrise W12, ami nagyon érdekes, hogy úgy néz ki, mintha sapkája lenne, tudom, hogy ez egy ilyen napellenző cucc, csak az a baj, hogy éppen úgy van nevezve, hogy napkelte, és baszki, az ellen nem véd a napellenző. Na mindegy. El fogom magyarázni, hogy miért van az, hogy csak erre a Thunderbolt-ra megyek rá, és akkor haladjunk szépen, és akkor itt vannak a pályák, itt a Devil Passage 1, meg a Devil Passage 2, Forgotten Road 1, de kettes nincsen, és akkor itt van a Night Ride, egy ilyen éjszakai városi pálya, illetve egy másik éjszakai városi pálya, a Small Town Road. Forgotten Road 1, Devil Passage 2, Devil Passage. Ja, egyébként ilyen érdekesség, hogy az alapból ezek a screenshotok a pályákról, és hát lehet látni például ott kameózik a Sunrise modell a kezdő pole pozíciónál, és érdekes módon ez az ellenfél, itt meg te mellette spónolsz. A második pályát az nagyjából egy random helyet kap le, akkor itt van ez a falusi pálya, azt a részt, az a baj, lelőttem magamnak a poént, de ott mindjárt majd látni fogjátok, hogy mi a problémám az egésszel.
úgy sem tudok veszíteni, úgyhogy ennyi az egész. Ja, nagyon jó, jegyezzük meg ezt a Knight Rider-os pályát, illetve a Small Town Road. És ami nagyon kiakadtam, hogy nézzétek meg ezt itt. Egy ilyen piros vonal, sárga vonal, meg egy zöld vonal. Hát gyerekek, benne hagyták a screenshotban az XYZ tengelyt, amivel, mint például a Garry's Mode-ban, amikor a modelleket ugye igazítjuk különböző irányokba, meg helyzetekbe, meg pozíciókba, ezt benne hagyták így. Nem is tudom, kár, hogy a Freddy nem vette észre, de ott hátul alig észre lehet venni, hogy itt van az XYZ tengelyes modellbeállító. Na, kezdjük el a Devil Passage-et. Igen, és akkor itt töltőképernyő, alapból hátul ott egy kis kocsi van, holott meg csak izéről van szó, kamionokról, és akkor nyilakkal lehet mozogni, a hátsó nyillal lehet ugye rükvercezni, és ugye a szó közzel lehet így kézifékezni. És ilyen péntesen működik a rükverc meg a fék, nem kell bajlódni az ellenféllel, hadd menjen. Nézzétek a hátot, hogy konkrétan az utak, a grafika olyan borzasztóan néz ki. Ja, és akkor a szokásos, hogy mindenhol lehet menni, át lehet menni a modelleken. Mész, mindenhol a villanypóznán, a fán is át lehet menni. És az a lényeg, hogy az összes ilyen checkpointon meg kapon át kell menni. Kb. Ez majdnem hasonló, mint ami az Insane-ben volt, meg a Terepben a magyar rally játékokban, hogy az ellenőrző pontokon át kellett menni, és ha mindegyiken átmentél, akkor mehettél be a célvonalba, és akkor te tudtál nyerni, vagy attól függ, hogy mennyire jutottál be, hanyadiként jutottál be. Aztán a hádnál meg nagyon jó, az egy dolog, hogy kilógnak a számlálók, azok kilógnak konkrétan a keretből, de hogy konkrétan egy kör van az egész játékból, egy kör, mindegyik pályán egy kört kell végig tolni, ugye megy alatta az idő, illetve van ott az a PNT, ugye ez a penalty, az a büntetőidő, amikor véletlenül, az pontjuk akkor lenne jó, hogyha kihagynám mondjuk egy időt, vagyis hát egy kaput, és akkor az pluszban még hozzáadja azt az időt. Mikor ész vissza, de hát az nem is működik. Aztán ott bal oldalt az a zöld mozgó cucc, az nyilvánvaló egy kócs sor a játékból, hogy jelenleg milyen pozícióban vagyok az adott pályán. Aztán a nagy méretes sebességmérő, mérföld per órás sebességmérő, ahol alul szint ugye a megtett útszámláló megtett kilométer szint úgy kilóg a sorból, mind a kettő. Élet természetesen az is meg lehet csinálni, hogy ugye körbe lehet forgatni, amikor irgalmatlan gyorsan lehet ugye repeszteni irgalmatlan gyorsan lehet repeszteni ugye rükvercben. Tehát igen, meg az ellenfél lehagyott, tehát konkrétan sem magam ellen, sem más ellen nem versenyzek, mert konkrétan a semmiért játsszuk ezt a játékot. Meg nagyon monotonná válik, hogy oké, változatos pályák, de ugyanazt kell csinálni mindenhol. Most lesatúfékezek, egyébként itt vagyok, és akkor nézzük azt a híres rükvercezést, lehet látni, hogy milyen gyorsan lehet repeszteni. Na, megy, már túljutottunk, 80-on túl. Mindegyik max 80-nal megy, minden egyes jármű. És már körbeért a számláló, elengedem a hátsó nyilat, és pont akkor állt meg a zene. És akkor várjál, nyomsz egy F1-et, és megjelenik ez a menü. Igen, a hangból ítélve tovább menne a játék, csak megvakultam. Nem, megáll a játék, de a hangok maradnak. Használd a nyilakat, hogy irányítsd az autót, és nyomj egy escape-et, hogy kimenjél a menübe. Úgy mész ki a menübe, még egy escape-el visszatérsz a játékba, de megnyomod, akkor két választásod lehet. Return to race, vissza a versenybe, illetve quit to Windows, hogy vissza a Windowsba, tehát nem rögvest lép ki, hanem visszalép a játék menüjébe.
Tehát így nagyon hülyén fogalmaztak. Illetve ez a súgó nem mondja neked, hogy a szóközzel lehet szintúgy rükvercezni, meg fékezni. De a szóközzel lehet satúfékezni. Szóval, ja, jaj, most sok időt elcsesztem, közben meg beért, érted, az egész a súgó miatt megállt, de az ellenfél nem állt meg, és lehet látni, hogy megáll a célvonal előtt, és én 4-26 környékén bemegyek, your winner. A világ legrosszabb dicsérő képernyője ez, gyerekek. És igen, ennyi volt, gyerekek, ez volt a igazából az első pálya. Megcsináltuk a Devil Passage-et. És akkor most mehetnénk tovább, vissza Thunderbolt-ra, mehetnénk tovább, akkor Devil Passage 2, ugyanezt megcsinálni, és a többivel is ugyan lehet ezt megcsinálni, és akkor mondanátok, hát de várjál, de nem az volt, hogy a negyedik és ötödik pálya játszhatatlan, mert kifagy. Nos, igen, azért szépen megnézzük ezeket a pályákat, és akkor mondjuk, hogy hát, hogy végigjátszás bemutató izé, hát játsszuk akkor végig itt izé normálisan a játékot, átmegyünk az összes pályán, és akkor közben még a zene is megy. Én például csodálkoztam, hogy az én verzióban, amit letöltöttem, ez a Magic Pack ripakos változat, a Magic Packról le lehetett tölteni. Ezt konkrétan megoldották, hogy ugye rárakták a DJ Voodoo rappet, és ugye még a zenét is hozzáadták. Hogy egyszerűen így meg tudták oldani. Én még nem is tudtam, de oké, ezt már többször is mondom, hogy nem tudtam, hogy ez rendelkezik zenével egyébként. És meg kell hagyni, nem is rossz egyébként. De biztos vagyok benne, hogy lopták. És szépen átmegyek mindenen, tehát konkrétan ennyit is csinálok. Úgy. Lehet, hogy még az ellenőrző pont kapujának a világítása átklippel a tereptárgyakon. Tehát nem létezik nincs fizika, a grafika ocsmányon néz ki, anomáliák a távolban, mert minden hasonlók. Tehát, hogy ez a játék ez olyan, mint egy egyszer elmondható vicc. Egyszer elmondod a viccet, és utána másodjára már nem annyira vicces, csak hogy aha, emlékszel rajta, hogy ha milyen vicces volt, utána meg már el is felejted. Mert később már nem lesz vicces. És igen, lehet látni, hogy ez egy picit pálmafák, meg egy picit ez egy kicsit röviden, mert kevesebb ellenőrző pont kapu van itten. És minden átmegyek, leszarom az akadályokat, hú, beakadtam a benzinkútra, legalább föltöltöttem magamat, és ennyi. És akkor már ott van a vége, tehát konkrétan ez sokkal rövidebb volt, és körbeértük az egészet. Ja, és igen, ott ér véget konkrétan a pályán, át sem mentem a kapun egyébként, át sem mentem a célkapun, a start per célkapun, hanem a célkapu előtt már kiadta, hogy nyertél, tehát ott ér véget konkrétan a pályán, ahol te pont kezdtél, a pole pozíciódnál. Ennyire nincs rendesen kidolgozva ez a játék. Ez igazából mint egy félkész beta teszt az egész. És az a szomorú az egészben, hogy ezt árusították. Tehát erre raktak árcédulát, és kirakták polcra, és a hülye gyerek megvette. Ez az egészben a szomorú. Na, hát akkor maradjunk a Thunderbolt-nál. Jaj, miért nem nézem a többit? Mindjárt majd meglátjátok, hogy miért. Jöjjön ez a elfeledett út, amiből csak egy darab van. És ebből nem is készítettek kettőt. Jó, hogy nem olyan volt, mint az a Velocity, amit a magyarok készítettek. Egy ilyen iparműves cég készített egy ilyen magyar játékot, és pár magyar pályát készítettek, és utána mondták, hogy ha érdekel a dolog, akkor előfizethetsz, és akkor csináltak volna még plusz pályákat, ilyen DLC formájában. Hupp, ott lent a hídon, és föl! Hupp! Ennyi konkrétan. És akkor jön ez a maga, ez a kis falucska. És ami meglepődtem, hogy megyek itt satúfékezek, és akkor egyszer csak mit veszek észre? Egy tépózolós krapekot, meg azt a, mint egy a fahasából ki lenne faragva egy skatója méretű
fa autó, se kerék, se semmi, és akkor ez, az meg ez itt, ez a jobb old, bal oldalt, ez a tépózolós csávó, ilyen agyakatona konkrétan, úgy van öltözve, mint egy katona, holott meg közmunkás kéne, hogy legyen, de nem az! Amikor próbáltam Shadow Player-re fölvenni, akkor itt akkorát röhögtem, geci. De kár, hogy nincs már meg az a felvétel, az a baj, hogy tönkrement a felvétel. Tehát el tudtam indítani, volt képen minden, ha kifagyott, akkor minden mást föl tudtam venni, de hogyha magát a játékot vettem föl, akkor képet kapott a főmenüről, utána meg soha a büdös életben nem mozgott sehová. Tehát mintha egy pillanat képet raktam volna be, de a hang ment alatta. Csak a képet nem tudtam mutatni, úgyhogy kénytelen voltam így megoldani. Előszedtem az OBS-t, OBS-sel veszem föl, és akkor közben külön Audacity-be veszem a hangomat, mert azzal pluszban egyszer akarom felvenni OBS-be mindet, az meg kurvára körülményes, meg szenvedős, úgyhogy jobb, hogyha így csinálom. Mondom, nem vagyok jól megbarátkozva az OBS-sel, de meg tudom oldani azt, hogy föl tudok venni valamit, akkor oké, rendben. És mondom, nem kell bajlódni, hogy jaj, az ellenfél megelőzött, úgyis beáll, tovább enged a célba. Na, még egy híd. Nem is kell rámenni a hídra, súgy! Még az oszlopokon is átmentem volna. Ja, meg hogy hogy miért csak az egyik autót választom ki, egyik járművet választom ki, a többit nem engem próbálom ki. Mondom, a fagyások miatt, hogyha ha másik autót választanék, akkor kifagyna egy bizonyos pálya. Másrészt mindegyik kocsi ugyanazt a menettulajdonságot tudja. Itt se értem a célba vala. Mindegyik ugyanazt a menettulajdonságot tudja. Ugyanolyan szarul lehet kanyarodni. Jó, oké. Kamionnál mi megértem, hogy ilyen lassan lehet kanyarodni, mert ez nem kis autó, ezzel kamionnal nem lehet repeszteni. De majd várjatok erre, majd később, majd mindjárt megmondom, hogy erre miért van, miért vagyok így kiakadva. Tehát, hogy mindegyik 80 mérföld per órával mozog, és ugyanúgy szarul kanyarodik. És semmi egyéb változtatás nincs a négy autó között. Tehát mindegyik ugyanúgy megy, csak annyi a különbség, hogy más a színe, meg máshogy néz ki. Ennyi. Na, és akkor most kiválasztottam megint a Thunderbolt, és most megyünk a negyedik pályára, erre a Night Ride-ra. Azért mondom így, mert már lelőttem magamnak a poént, és most már így tuti biztos, hogy mi a helyzet. Na, szóval rákattintottam a Night Ride nevű pályára, erre mit látok? Hát ez nem ismerős, gyerekek? Hát dehogy nem, ez a Devil Passage 2 nevű pálya. Nem vicc. Tehát konkrétan ez a Night Ride nevű pálya nem létezik ebben a játékban. Hát és akkor megkérdeznétek, hát akkor várja, ott az ötödik pálya, hát esetleg nem, az is meg totál más milyen pálya. Szóval ez a Night Ride, ez a játékban, ez rohadtul nem létezik. Tehát... Mondom, hogy mennyire szar ez a játék. Tehát kapsz négy autót, amiből csak az egyikkel tudod végigtolni az összeset, mert a többinél kifagy, és igen, úgy adták ki ezt a játékot ilyen szar állapotban, és nincs utó pecselve ez az egész. Annyi van pecselve, hogy a felbontást nagyjából normálisan tudod működtetni. Aha, persze. A lényeg. Van ugye a Devil Passage, a Devil Passage 2, a Forgotten Road 1, és megint egy Devil Passage 2. És akkor meg ott volt az Small Town Road, elvileg az az ötödik. De alapból a Devil Passage 2-ből már van kettő, úgyhogy már csak négy pályát kapunk. Négy kocsi, négy pálya. Szóval, ja. És ha másik járművel menné, akkor csak három pályát kapsz. Mert a másik kettőnél kifagy. Tehát... Nincs olyan, hogy kedved szerint választhatod ki a saját járművedet, mert mondom, mindegyik ugyanazzal a menettulajdonsággal rendelkezik, 80 mérföld per órával, veszett szar kanyarodással, de legalább jó fékkel. Na, pálmafáj, ma mondom, ez tökre, 100% a Devil Passage 2. És a Night Ride-ra kattintottam, tehát azt se tudjátok mondani, hogy jó, most nem a Devil Passage 2-re kattintottál? Nem, én a Night Ride-ra kattintottam.
tehát több mindegy, hogy melyik kocsit választod, nem lehet saját kocsit választani a fagyások miatt, mert egyiknél kifagy, másiknál nem fagy ki. Ugyanazok a menet tulajdonságok vannak mindegyik kocsinál, és mondom, tehát ez borzasztó. Na, ez is megvan. És mondom, leteszteltem, még az előző elcseszett felvételnél is mutattam, hogy ha valaki nagyon nagy végigjátszást akar csinálni ebből a szutyerákból, ebből a monoton, semmit mondó, egyszer poénos, később már felejthető alkotásról, hogy csak a Thunderbolt kapcsoljátok be, és menjetek, és akkor végig tudtok menni mind az öt pályán. Szóval volt egy Devil Passage, egy Devil Passage 2, egy Forgotten Road 1, meg egy Devil Passage 2, alias Night Ride. És akkor már csak egy van hátva, a Small Town Road. Ugyanazzal a Thunderbolt-tal. Na, nézzük. Ugye ez nem fogy-e ki. Bocs, ittam. És kifagyott! Kifagyott ez a mocsok. Na, nem baj. Akkor még egyszer elindítjuk. Remélem a felvételt nem cseszi el, de legalább az Auto City-ben megvan, úgyhogy vissza tudom állítani, ha úgy vadódik. De a Reds sem kapcsolt ki. Na mindegy, custom race. A Thunderbolt-tal működött. És ráadásul én full képernyősben toltam. Próbáljuk meg a Mega One-nal. Emlékszem, én tudtira emlékszem, hogy a Thunderbolt-tal végig tudtam tolni. Jó, akkor Thunderbolt, kis képernyőben Thunderbolt, első négy pálya, oké. Okay. Nézzük meg a Small Town Road-ot a Mega One-nal. Na, Mega One-nal működik a Small Town Road, kis képernyőben. Tehát én esküszöm, az előző elcseszett felvételemben... Az előző elcseszett felvételemben Thunderbolt-tal végig tudtam menni mind az öt pályán. Full képernyőben volt az akkor ráadásul fölvéve. Most kis képernyőben tolom, Thunderbolt-tal az ötödik pálya játszhatatlan, mert kifagy és kikresszel. Most a Mega One-t választottam, ami full képernyőben az ötödik pályát nem tudta elindítani, sőt meg a negyediket se. És erre mit csinál bazd meg? Most Mega One-nal kis képernyőben, ablakos módban tudja működtetni az ötödik pályát. De az még hagyján, hogy tudja működtetni, de nézzétek meg ezt a pályadizájnt. Oké, hogy kisvároskában vagyunk. Mi ez az útfestés? Nem fordítva kéne lennie az elválasztó sávoknak, meg hasonló? Meg milyen buszállomások ezek? Meg mindegyik sarokban van egy busz megálló, aztán vigyázat éles kanyar tábla, az meg egy dolog, hogy át tudok menni rajta, nem is tudok fölmenni a dombon. Vigyázat éles kanyar, megállni tilos tábla. Nem is éles kanyar, hanem mi ez már? Ott a stop tábla, ott a megállni tilos. Ilyen felkiáltójel a vigyázat, elakadás van? Nem tudom melyik az a felkiáltójel. De várjál. Most átmentem egy csomón. Most képzeljetek el egy ilyet a valóságban ilyen buszállomást, hogy 30. megálló. Kérem, vigyázzanak, az ajtók zárodnak. A 31. megálló következik. 31. megálló. Átszállhatnak az alvilági blokkokon keresztül. Ja, egyébként visszatérve, mit keres itt az út közepén egy megállni tilos tábla? Meg ezek az útfestések, nyilvánvaló az amerikai útfestések, de baszki, úgy látszik a szlávok nem tudják, hogyan működik Amerikában egy út. Egy útjelzés, meg ilyen hasonlók. Ebből is látszik, hogy az Amerika, egy csapat amerikai rábolintott egy pár szlávnak az ötletére, és hagyták, hogy ők csinálják, és azt se tudják, hogy milyen az útfestés Amerikában, meg azt se tudják, hogy néz ki, meg egyszer csak random, Las Vegasban ott a Diadalív. Kettő is. Azt hiszem a San Francisco környéke.
Nem is Las Vegas. És mondom, mindenen át lehet menni. Szóval, ja, ez a... Próbálj meg kitalálni, hogy mi merre hány méter, ez... Úristen, Úram Isten. Tehát most nagy képernyősen ezzel a kocsival végig lehet tolni, másik kocsival nem. Na, hát akkor annyi biztos, hogyha valaki végigjátszást akar belőle csinálni, nagy képernyőben Thunderball-lal végig tudja tolni mind az öt pályát, viszont kis képernyőben az első négy pálya Thunderball, az ötödik pálya Mega One-nal. Jó? És ennyi. Megcsináltuk mind az öt pályát, és elvileg ennyi volt, ez volt a nagy Big Rigs végigjátszás. De igazából nem tudok semmi újabb mondani róla, mert Freddy D is nagyjából már magyarázta, hogy milyen ez a játék, illetve én se tudtam újat hozzáfűzni, illetve amit kiszúrtam, hát az nagyjából az meg látható volt. Na de, csekkoljuk most azt, hogy miért volt az, hogy majd később dolgokat még fogok még említeni ezzel a játékkal kapcsolatban, illetve a bónusz tartalom következik most. Igen, gyerekek, nem vakultatok meg. Ugyanazzal a jelenséggel itt van a Midnight Race Club Supercharged, ami nem más, mint ahogy mondtam, a Big Rigs kocsikkal. Tehát nem folytatás, nem érzi, ugyanazt a játékot kaptuk meg, csak néhány változtatással. Mintha ezt az előző félkész beta tesztet egy picit patchelték volna, hogy ne legyen annyira félkész, de hogy ettől jobb lett a játék. Na most megtekintjük. Én emlékszem pontosan, hogy én a játékot, ugye különböző járműveket is lehet már itt irányítani, mivel ez a lényegben, hogy itt csak kocsikról lesz szó, de nem csak kocsikról. 12 játszható jármű van ebben a játékban, de attól, hogy 12 van, ugyanazok a menettulajdonságok léteznek itt is, mint az előző négy kamionnál is. Ugyanazok a beállítások, nézzük a stáblistát, ugyanaz a kicseszes stáblista itt is, mint a Big Rigs-nél, ugyanaz a kép, ugyanazok a készítők, ugyanazok az elkövetők, ugyanazok a kiadók, meg ugyanazok a fejlesztők, ugyanúgy, tehát itt meg még a számok is megmaradtak, mint hogyha az előzőt mentette volna el, és vitte volna át a másikra. Egyébként ezt úgy tudtam elindítani, mert régebben ugye ezt a My Abandonware-ről töltöttem le, és ott egy kicsit, amikor játszottam pályán, akkor elkezdett így nagyon remegni, amikor haladtam előre. Viszont a DJ Voodoo Wrap-et, ami a Magic Pack Ripack-ban volt a Big Rigs-esnél, ott ámásoltam a DirectX dolgokat ebbe a játéknak a fájljaiba, és így nagyjából kevésbé rángatózik a modellek. Kevésbé rángatoznak a modellek. Mondom, a random race-t ne válasszátok ki, mert ezúton nem lehet tudni, hogy valamelyik kocsit kiválaszt neked és egy pályát, és ha olyat választ ki, amitől kifagy, akkor nem lehet végig tolni. Így hát csak maradtál a custom race-nél. Egyébként meg van a Wikipedia oldalának egy olyan verziója, a cutting floor, ahol olyan adatbázisokat tárolnak, ahol a kimaradt, meg kivágott dolgokat mutatnak játékokból. És például itt megnéztem, hogy itt lett volna bajnokság választható menüpont olyan, hogy bajnokság. És kivették belőle. Tehát konkrétan ez a két játék, ez annyira egyforma, hogy még bajnokságot sem tudsz tolni. Tehát annyira semmire, a semmiért játszod ezt a játékot. Tehát nincs ellenfeled, mert átenged a célvonalon. Az idő semmit nem ér, mert nem időre mész, mert nem olyan, mint a Power Surge-nél, szintúgy egy régi ismerős Freddy D-nél, hogy konkrétan az adott időhöz képest jobban megközelített, tehát konkrétan még az idő ellen sem harcolsz. Természetesen nincs bajnokság, ami a random rész lenne, de a semmiért játszok a játékot. Tehát a semmi értelme. Ez a szomorú az egészben. Van benne jó pár poén, de mondom, ez olyan, mint az első poén, első lenyomott kurva vicces, másodjára éppen csak röhögsz rajta, mert nagyjából elfelejtetted egy idő után már visszajött, hogy ja, tényleg, utána már rohadtul nem lesz vicces. Na most ugyanez a helyzet a Big Rigs-nél, meg a Midnight Race Club Supercharged-nál is. És igen, ez a nagy forma újítás, hogy négy kamion helyett négy járművet irányíthatsz. Négy kocsit, négy terepjárót és négy motort. Nézzük, mik vannak a kocsiknál. Egy Angel Fury, ez egy ilyen kicsit olyan
mint hogyha a Ford GT, azt hiszem a hasonló, de annak másmilyen a kinézete, arra hasonlít, és a Porsche-t összekapcsolnák, összeüzélnék. Az a Maverick kicsit olyan, mint olyan Ford lenne. Biztos, azt tudom, hogy a valóságról vannak mintázva, valós kocsikról vannak mintázva a kocsik, de valamelyiket nem vágom. Aki nagyon jó kocsi profi, az nyugodtan írja a kommentbe, hogy ez most melyik. A Tornado, ez szerintem úgy néz ki, mint a Nissannak van az a Z36-os változata, vagy mint egy Porsche-nek a ötvözete. A negyedik meg abszolút, azt én ismerem, azt nem kell mondani, ez egy Lamborghini. És ez egy Firelight-nak van elnevezve, de nyilvánvaló ez a Lamborghini-nek egy ilyen modernesebb változata. Na mindegy. Én, amire nagyjából nagyon emlékszem, hogy az első három pályát full képernyőben az Angel Fury-vel tudtam végigvinni, az utolsó kettőnél már kifagyott a játék. Na most visszamegyünk, és akkor most nézzük meg a terepjárműveket. Terepjárókat. Cannonball, hasonló, mint az Angel Fury, olyan hasonló skinje van, csak ilyen terepjáró stílusban. Thunder, na itt visszatért itt is a Thunder, ilyen kék színben, aztán ilyen sötétkék Swagon, Wagon és Swag. Aha. Illetve itt van ez a piros, ez a Sentra. Kicsit úgy néz ki, mint egy ilyen régi Fordnak a terepjáró változata, és valamiért emlékeztet a Simpson Hit and Run-ból a Dove-sörös terepjáróra, vagy hasonlóan nézett ki, vagy hasonló volt. Azt hiszem, hogy jól emlékszem. De tudom, hogy Dove-sörös skinnel rendelkezett az egyik Formula 1-es speed kocsi, de volt egy ilyen hasonló is. Egyébként. Na, ja, és akkor vannak még a motorok. Most érdekes módon itt ezt a skin alakot, tehát van rajta csávó, tehát nem a semmi fogja vezetni a motort, csak az első kettőnél berakták ugyanazt a skin, tehát az elsőt fogták és átfotoshopolták ez a motorhoz, viszont a utolsó kettőnél már egy kicsit lusták voltak, mert már nincs motor. Vagy hát nincs pilóta rajta. Tehát van ez a piros, ez a Puletti, a kék, ez a Blue Dragon, nem az Xbox 360-as. Akkor itt van ez a szürkés-kékes izé, ez a Buza. A Buza. Illetve van ez a lila színű Yasuki. Én arra emlékszem, hogy full képernyős módban Angel Fury kocsival végig tudtam tolni az első három pályát, és az utolsó két pályát már Yasuki motorra tudtam végig tolni, mert ott nem fagyott ki. És akkor most is ezt fogom csinálni, tehát teljesen mindegy. Mondjuk kiválasztom ezt az Angel Fury-t, kezdjük ezzel, és akkor jöjjön, és ugyanazok a pályák, látjátok? Tehát itt is nem elég a menü, a stáblista, az izé, a kocsi választó, különböző kocsik, ugyanazokat a pályákat tolhatjuk végig. Minden itt van, a Devil Passage 1, a 2, a Forgotten Road 1, a Night Ride és a Small Town Road. Úgyhogy haladjunk sorjában, és akkor kezdjük az Angel Fury per Devil Passage monumentumot. Ha kifagy, akkor váltok a Yasukira. Ha az se jó, akkor megyek át. Mert láttátok az előzőnél is, az is problémás volt, hogy full képernyőben lehet tolni, vagy nem full képernyőben, kis képernyőben máshogy működik. És érted, ugyanez a játék, ugyanazt kell csinálni, a fényklámpa, meg konkrétan az izé, a kamion modelljéről lett átpakolva, csak elfelejtették előrébb tolni a féklámpákat, meg a rükverc lámpát. Ja, és most nem quit to Windows, hanem quit to menu, de ugyanaz, vissza versenyre, nyomok egy F1-et, ugyanazok vannak itt, ugyanazok a beállítások, ugyanaz a kiírás, de az irányítás ugyanaz. Ja, és miben különbözik még a játék? Hogy gondolná az ember, hogy most ugyanúgy lehet fölmenni a dombon, meg a tereptártokon át lehet menni. Van fizika. Ebben a verzióban van fizika. Tehát nem tudsz átmenni az épületeken, se a villanyoszlopon, sem a kerítésen, sem az épületeken át, semmi. Tehát itt konkrétan normálisan kell játszanod. És az úton tartani a kocsit. A domban átmész, vagy beragadsz, vagy nem tudsz átmenni. Tehát ezért mondom, hogy ez a Supercharged, ez kb. Olyan, mintha egy javított változata lenne a Big Rigsnek. De kevésbé javítottak rajta. És konkrétan ennyi. Tehát most
most tolhatnám megint végig az a dolgokat, de ez konkrétan ez a játék ennyit tud. Tehát mondom, ez zsebre ugyanaz, mint az előző. De azért mutatom mégis végig, hogyha mégis lesz valaki olyan hülye állat, és úgy végigjátsza, mint én, most jelen esetben, és hogy látja, hogy mi a különbségek. Tehát mondom még egyszer, a Big Rigs-nél a Thunderbolt nagy képernyő, full képernyős változatban a Thunderbolt-lal végig lehet tolni mind az öt pályát. Tudom, ezt én felvettem magamnak, és láttam, és működött. Aztán... Tehát Thunderbolt 5 pálya full képernyőben, kis képernyőben első 3 pálya Thunderbolt, és mega van az utolsó 2. Vagy csak az utolsó, nem az utolsó 2? Igen, az utolsó 2. Na most itt az volt, hogy Angel Fury első 3 pálya, és a Yasuki motor az utolsó 2-nél. Na most meglátjuk, hogy itt milyen lesz. Egyébként a kocsiról még mindig azt hiszem, hogy annyira alacsonyan van a váza. Nem az alváz, hanem a maga az egész test. Mintha a lowrider lenne és belesüppedne a talajba. De mondom, az egész modell a kamionokról van mintázva, és akkor onnan csak egy Ctrl-C, Ctrl-V-ztek. Mondom, a kanyaroknál a földnek a... A kitúrása is ott maradt. Többet már nem is tudnék róla mondani. És egyébként, amikor leszünetelted a játékot, lehet látni, hogyha leszünetelted a játékot, akkor az idő megy tovább, te megállsz, meg minden megáll, a hangok maradnak, de az ellenfél akkor is téged elkísér a izé kapuig. És ennyi. You win. You, nem most, hogy your winner, you are winner, aminek ráadásul nyelvtanilag is helytelen. You are the winner. Legalább az lenne jó. You're the winner. Az jó. De hogy you win, az még nagyjából oké. Okay. De hogy your winner... Ebből is látszik, hogy szlávok rakták össze, és nem tudnak angolul. Hát a nyelvtanrendszer az valami katasztrófa. Na. Akkor még egyszer. Angel Fury, ez volt az első pálya. Ez még csak ez volt a Devil Passage 1. Most szépen átvenjünk a Devil Passage 2-re, és igen, megcsináljuk még egyszer. De hogy tudjátok, hogy koncepcióilag oké, hogy most ugyanazt tolom még egyszer végig, de hogy lássátok, hogy mivel lehet úgy tolni, hogy ne fagyjon ki. Ezt vegyétek figyelembe. Na, elindult. Oké. És megint ugyanazt kapjuk egyébként. Egy picit rászkódik a kocsi, nyilván a felbontás miatt is, de kevésbé remeg, mint amikor nem raktam hozzá a DJ Voodoo wrappet, amit a Magic Packhoz kaptam. Most hát adtak. Mert anélkül még jobban rászkódik, mint amikor amikor a kamionosban hátra tolattál, a Big Rigs-ben hátra tolattál, és konkrétan nyomtál egy oldagombot, és így körbe izéltél, és így folyamatosan így rászkódik. Na, azt a fajta rászkódást kell elképzelni itt is, ha nem adom hozzá a DJ Voodoo wrappet. Wrappelőt. Ja. És ugyanúgy maradtak a
kocsi pozícionáló, vagyis hát helyzet pozícionáló. Ugyanúgy kilóg az időmérő, meg a büntető. Az útra navigáló ugyanazt a feladatot látja el. Mondom, ugyanaz. Ezek a járművek is 80 mérföld per órnánál tovább nem fognak haladni, hogyha tartod az egyenest és kevésbé kanyarodsz. Ugyanúgy szarul kanyarodnak. És ha nem mész át az összes ellenőrző ponton, akkor a célvonalon át nem tudsz menni. És ugyanúgy nem kell átmenni a célvonalon, a pole pozíciódnál már megnyerted az egészet. Ja, ez volt a Devil Passage 2. Na nézzük a Forgotten Road-ot. Most még nézzük megint az Angel Fury-vel. Forgotten Road. És akkor nézzük, ki fagy-e vagy nem fagy ki kis ablakban. Na? Nem fagyott ki. Na, és akkor, ha van fizika, akkor nem süpped le a híd alá a kocsi. Viszont ez a köcsög ellenfél állandóan mindig itt másodjára is megcsinálta velem, hogy itt a hídnál így átmegy rajtad, és ha beléd megy, az majdnem olyan, mint a tereptárgyba mentél volna. Lelassít. És te nem tudod kigáncsolni a kocsit, az ellenfél kocsiját. Csak magadat. Tehát konkrétan erről el is beszélek, hogy itt magad ellen játszol. Hoppá! Nincs itt a kocsi modell, az a fából kivágott skatulya kocsi, sem a tépózoló csávó. Kivették, mert észrevették, hogy nincs. Az egy dolog, hogy azt kivettétek, de a screenshotokban a Small Town Road-os tengely belógott a képernyőbe dolgot, azt még mindig nem vettétek ki. Úgyhogy egyik hiba a másik hiba után. Egyet befoltoztál, több lyuk marad a hajón. Érted? Elpusztítasz egy szörnyet kettő nő a helyébe. De nagyon élvezetes! Need for Speed! Nagyon! Hát rohadtul nincs sebességérzetem. 80-nal repesztek. 80 mérföld. Ja, egyébként ott belül mutatja, hogy mennyivel megyek kilométer per órában. Izé, 120-szal. Aha. Mi volt az? Így 90 fokosan így fölborult a kocsi, és valamiben megakadtam, pedig a hídon mentem át. The fuck, dude? What the fuck, man? És hát a Big Rix-es kamionosnál nem kellett ezzel bajlódni, mert alatta átmenté. És még van az utolsó pont, és ott a pálya vége, ennyi. Kész, ez is megvan. Na, és hogy ne legyen kürtölfalazás, meg ne legyen bonyodalom, mondom, a három Angel Fury, az első három pálya Angel Fury-vel megvan, váltsatok motorra, mondom, teljesen mindegy, hogy mit választotok, vagy kifagy, vagy nem fagy ki. A menet tulajdonságok ugyanazok, de hogy végig tudjál menni mindenen, muszáj így csinálni. Tehát az első három pálya Angel Fury-vel megvan. Motorra mentek, válasszátok ki a Yasuki-t, mert én azzal teszteltem, nekem a lila nagyon bejött, és akkor menjünk rá a Night Ride-na. Na, talán most már megkapjuk a Night Ride-ot, vagy megint visszakapjuk a Devil Passage 2-t. Félek. És szomjas vagyok. Na, kifagyott. Mondom, full képernyőben Yasuki-val végig tudtam tolni az utolsó két pályát. És úgy látszik, máshogy működik a játék, ha ablakosban tolom.
Mi a Szent Habakuk? De most komolyan. Na, hát akkor próbáld meg még egyszer, válasszuk ki az Angel Fury-t még egyszer. És akkor Night Ride még egyszer. Na, most kifagy vagy nem vagy ki? Esküszöm! Esküszöm! Yasukival az utolsó képpályát nagy képernyőben meg tudtam csinálni fagyásmentesen. Most kifagyott! És bazd meg betölti Angel Fury-ként a Small Town Road-ot. Ez, gyerekek, ez nem a Night Ride. Tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Night Ride nem létezik. Hát ott van még az ötödik a Small Town Road, kus, gyerekek! A Night Ride nevű pálya nem létezik ebben a játékban. Kiválasztod a Night Ride-ot a Big Rigs-ben, akkor a Devil Passage 2-t kapod meg. Kiválasztod a Midnight Club Super, Midnight Race Club Supercharged-ban a Night Ride-ot kiválasztod, akkor mit kapsz? A Small Town Road-ot. Amiben nagyon könnyedén be lehet akadni mindenbe. És emlékeztek még a középre rakott megállni tilos táblákkal? Abba beleakadsz, egyszer csak így megáll a szíved. Mert nagyon hangos a hangeffekt, amikor belemész valaminek. Illetve hirtelen megáll az egész kocsi. De már csak annak, hogy egy picit neki mentem a kanyarnak, holott meg még tudnék haladni. Nem, akkor is így megáll, láttátok? Szépen én visszapattantam volna, és haladtam volna tovább, nem. Neki mész valaminek, satufék. És mondom, ezzel nem kell bajlódni, végig lehet csinálni. És most bebágolt a mérő, mert 120-ig nem ment föl, pedig annyival repesztek. Ott volt egy tépózolós a jobb szélen, most vettem észre. Akkor ezek szerint ide pakolták a Forgotten Road-os tépózolós gyereket, ide? Hoppa, Nissan le, elrepesztett, de nem kell bajlódni. Úgy látszik, mindig egy adott ellenfelet kapok, attól függ, hogy mit választok ki. Vagy alapból mindvégig ezt a Nissanost kapom meg? Mindegy, akkor is tovább enged a célnál, szóval teljesen mindegy. Mondom, itt ebben a játékban nem tudsz veszíteni. Tehát azt mondanád, hogy jé, csaltam. Nem tudsz csalni, mert a játék alapból csal magától. De úgy, hogy nem baszik ki veled. Max magaddal tudsz kibaszni, de hát mondom, itt teljesen mindegy. Jaj, új, beakadtam, meg ilyesmi. Akkor lenne, hepaja az egész, ha valaki speedrunt akar csinálni belőle. De ki az az állat, aki speedrunozni akar ebből a játékból? Szóval itt számít, hogy milyen kép, milyen ablakos módban tolod, és hogy milyen járművekkel tolod. Várjuk, én nem mentem valamelyik kapun át? Mert kaptam egy büntetőt. Jé, kaptam egy büntetőt! Plusz 41 másodperc. Vagy ez addig tart, amíg lennem megy a büntető? És nézd már! Ja, ez a nagy szaggatott cucc, ez a zebra akar lenni! Értem már! És most nézem! Megjavították a festést! Az útfestést! Ugye fordítva cseszték el a izében a... Mondjad már, a kamionosban. Itt meg normális az útfestés. De akkor is embertelen, hogy konkrétan minden négyzetcsarokban ott van egy busz megálló, meg az összes megállni tilos tábla, meg figyelmeztető, meg stop tábla. De komolyan, mi a franc? Istenem. Akkor megpróbálom így. Azonban beakadok mindenbe. Ki az a barom állat?
Melyikőtök találta ezt ki, bazd meg, hogy konkrétan az út közepére kell rakni a megállt táblát? Mi a pöcsem ez már? És fogadni mennék, hogy emiatt van a büntető. Ha minden kapun átmentem. Esküszöm. Ott volt a tépózer. És most nem az út közepén van, hanem konkrétan az út széleken vannak a táblák. Vagy annyira remeg a kocsi, és annyira bele van süppedve a talajba, hogy emiatt van az, hogy mintha azt képzelné, hogy a kapun kívül jutottam ki. Most nem lát, esküszöm, nem láttam. Na, most meg lesz már. Vagy az nem tetszik neki, hogy végig a bal sávon voltam. Nem tetszik neki. Jó, mindegy, én megcsináltam. Kapja be ez a játék. Bekaphatja a faszomat. Na, oké. És akkor, szerintem maradjunk az Angel Fury-nél, de biztos vagyok benne, hogy ott fog kifagyni. Nézzük akkor magát tényleg a Small Town Road-ot, mert emlékeztek rá, kattintottam Night Ride-ra, és Small Town Road-ot kaptam. És akkor most nézzük az igazi Small Town Road-ot. Angel Fury-val. Ha kifagy, akkor megpróbálkozok a motorral. Ezt nem hiszem el, bazd meg. És Angel Fury ellen harcolok, Angel Fury-ként. És ugyanúgy a Small Town-ban vagyok. Tehát gyerekek, a Night Ride pálya nem létezik. A Big Rigs-nél, ha rákattintottál a Night Ride-ra, akkor Devil Passage 2-t kaptál még egyszer. És hogyha itt a Midnight Race Club Supercharged-ban rákattintasz a Midnight Night Ride-ra, akkor a Small Town Road-ot kapod meg még egyszer. És akkor már mondom még egyszer, hogy attól függ, hogy hogyan játszol, hogyan akarod végig tolni a játékot, hogy milyen kocsikat válasszál. Mert mondom, teljesen mindegy, hogy mit választasz, vagy kifagy, vagy végig tudod tolni. De a menet tulajdonságok mindegyiknél ugyanaz. Szalul veszi be a kanyart, és 80-nal lehet repeszteni, vagy 120-szal lehet repeszteni. Mindegyik azt csinálja. Szóval, mondom a full képernyős szegmenst. Ha full képernyőben toljátok. Mert ez is kötődik ahhoz, hogy hogyan megy a játék. Full képernyőben, a Big Rigs-ben Thunderball-lal végig lehet tolni az összes pályát, mind az ötöt. Kis ablakos módban az első négy pálya Thunderball és az utolsó Mega One. Vagy az első három Thunderball és az utolsó kettő Mega One. Nem tudom, de valahogy így. Ez a kisképernyős változat. Az volt a kisképernyős változat. A Midnight Race Club Supercharged-ban az első három pályát Angel Fury-vel végig tolod, és Yasuki-val az utolsó kettőt, ami igazából ugyanaz. Ez nagy képernyőben. Kis képernyőben mind az öt pálya Angel Fury-vel végig tolható. Viszont a negyedik pályán figyeljél, mert valamiért nem akarja megengedni, hogy végig toljad. Érted? Átmegyek az összes kapun, azt mégsem fejezi be. Itt volt a pálya vége, esküszöm, itt volt a pálya vége, és nem adta meg. Úgyhogy ennyi, ráadásul nem elég, hogy kifagy, de hogy még végig se játszható ez a Small Town Road ebben a változatban. Quit the menu. Na hát gyerekek, ennyi volt, ez volt a nagy Big Rigs végigjátszás. Én végig toltam, csak a játék nem veszi tudomásul. Tehát a Big Rigs, azt, amit mindannyian ismerünk, az egy vicces, de végül monotonná váló
sem félkész katyvasz, a Midnight Race Club Supercharged pedig egy korlátozott katyvasz, de kevésbé vicces, mert ugyanaz a poén már egyáltalán nem vicces, mert ugyanazokat toljuk le. Jaj. Meg ráadásul teljesen függ attól, hogy milyen képernyőben tolod, meg hogy milyen a járműveket használsz, milyen pályán. Úristen, de így muszáj keverni a szart. És érted? Első blikre nem jön rá az ember, és elkölt néhány ezer forintot arra, hogy ezt megvette. Mert igen, ezt mind a kettőt bolti áron árusították, és megvették. És így ilyen félkész állapotban kaptuk meg. Hiába van egy-két ilyen patch, amit utólag egy-két rajongónak elnevezett személyiség, hacker, meghackeri a játékot, és nagyjából egy játszható dolgot összerak benne, de mondom, ennyi. Tehát nem tud többet, és nem is fog. Na, mindegy, ez remélem most már össze fogom tudni rakni ezt a felvételt, mert nagyjából ez működik, úgyhogy még egy régi ismerőstől megszabadultunk. Úgyhogy, gyerekek, én ennyi voltam mára, köszönöm szépen a figyelmet, úgyhogy én már mondtam, hogy hogyan kell végig tolni a játékot, de még egyszer mondom, a leírásban le fogom írni, hogy hogyan kell tolni a játékot úgy, hogyha valaki, nagy Isten, tényleg végigjátszást akar belőle csinálni, hogy tolja úgy végig a játékot, hogy ne kapjon kifagyást. De mondom, ha még így is ezek után is kifagy, ahogy én leírtam, ha ezek után is kifagy, akkor addig kell válogatni az autók közt, amíg egyszer csak nem fagy ki. És a izék közt is, a fájlok közt is buherálva egyszer csak majd vagy lesz, vagy nem lesz, mert az alapján lehet a képernyőt beállítani. Na, még egyszer ennyi voltam mára, köszönöm szépen a figyelmet, és akkor majd haladunk tovább a végigjátszásokkal, és akkor nem sokára újra találkozunk. Addig is legyetek jók, és további récsmentes szép napot kívánok mindenkinek. Folyt köv, szavasztok!